tudatos vásárlókká válunk, ami azt jelenti, hogy lehetőség szerint magyar alapanyagból, magyar termelők által előállított és itt a termelői piacikon értékesített termékeket vásárolunk, nem csak a mai napon természetesen, hanem az év különböző napjain is, és ez, ami Nyugat-Európában már évtizedekkel ezelőtt megfigyelhető folyamat volt, Magyarországon is előtérbe került és utat tört magának. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntőjével indult a program a Dunakapu téren. Az egésznapos fesztivál dr. Lakatos István, a megyei kamara kézműipari tagozatának elnöke nyitotta meg. Milyen kenyeret kóstoljunk meg? Meséljen a kenyereinkről esetleg, vagy elmondjam, hogy én melyiket szeretem. Nehéz kiválasztani a jobbnál jobb pékáruk közül a megfelelőt. Az idei kenyérfesztiválon hatalmas volt a választék. A nagyobb pékségek mellett az egészen pici vállalkozások is képviseltették magukat. Az esőtől kicsit aggódtunk reggel, de úgy látjuk, úgy érezzük, hogy beletettük a munkát, van elég kiállítónk, úgy kézműves, mint sütőipari tanulóversenyt is szerveztünk, ez már úgy hagyományú, tavaly csináltuk az elsőt, három iskola nevezett be. Az Euró Regionális Kenyérfesztivál és kézműves találkozó már a 17. volt. A megyei kereskedelmi és iparkamara azt szeretné, hogy a rendezvénnyel a nagy közönség megismerje a minőségi alapanyagokból készült termékeket, egyedi fejlesztéseket és új technológiákat. Nagy a konkurencia, tehát rengeteg pékség van, csak sok munkával lehet boldogulni ebben az ágazatban is. Nagyon nehéz szakma, hiszen éjjel dolgoznak rengeteget a pékek, hogy reggel már a friss pékáruval nyissanak. Én azt látom, hogy nagy a változatosság, tehát rengetegféle pékáru, péktermék, kenyérből is rengetegféle van a kínálatban. Ezt a vásárlók általában szokták is élvezni, hiszen gasztronómiai élvezet egy jó kenyér, mind a mellett, hogy a legfontosabb élelmiszer. Itt a kiállítóknál most annak örülök, hogy ismét megjelentek nálunk a nagyok. A kicsikből, akikkel együtt kezdtünk, közepes cégek váltak, tehát a fejlődést érzem. És azt látom, hogy új kiállítóink is vannak, nagyon sokan úgy jelentkeztek be, hogy kerestek meg minket. Ahhoz, hogy ilyen jó minőségű kenyerek és egyéb péksütemények kerülhessenek az asztalra, szükség van az utánpótlásra. Én azt gondolom, hogy az utánpótlás az nagyon nehéz a pékségek tekintetében is, de ezek a kiemelkedő pékségek jó életutat tudnak kínálni, tehát én azt érzem, hogy van kiút. A gasztronómiai élvezetek mellett a színpadon zenés programok vártak a gyerekekre és felnőttekre. Többek között az Aranykapu zenekar is fellépett az Apróságok örömére. És rögtön itt jön a párja, páros nép a világot járja, ő a kendő. A Kenyérfesztiválon a kamara díjakkal jutalmazta a legjobb termékeket, és ugyancsak elismerést kaptak a péktanulók látványos kreációi.